különbség volt, ez a nagyon szebb gesztus volt a mindenkivel, nem csak szurkoló, egész klubok, családja, barátjai, csapatársaik, stábok, mindenki dolgozik klubok, mindenki örülött, mindenki kért valami, mindenki tényleg annyira boldog, mindenki volt, mint a, nem tudom, nekezd mondani valami bármi, de tényleg nagyon szebb gesztus volt nekem is, hogy láttam a minden körülményen fönt is, meg kint is, tényleg egy nem nagy nagy ennek. Ne kezd bármi mondani, de köszönöm szépen, elmúlt a 13 éve. Ti is tudjátok, nekem a Honvéd a második család. Bármi történ, itt leszek. Szurkoltam a mai csapatok, hogy nyerünk utolsó hazai meccse. Köszönöm szépen meg egyszer mindenki. Csak a Kispest! 6 éve járok ki a Honvéd meccseire, és nekem Camberrel párosba maradt ő meg nagyon. Egyébként egy nagyon kellemes ember, szurkoló barát, mindig kijött hozzánk, mindig pacsizott, mosolygott, képet, bármit. Csak pozitívan maradt meg bennem Lovrics. Én nagyon szerettem főleg küzdőszellemét, elsősorban helyezkedése szerintem azért magyar átlag fölött volt. Az egész műsor, amit csinált a szurkolótábor, és fantasztikus volt, meg is könnyeztük nagyon sokan, nagyon hiányozni fog Iván nekünk. Sziasztok, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm mindent! Szeretünk! Köszönöm szépen! Köszönöm mindent, amit értünk! Köszönöm is! Várunk a pába, Iván! Köszönöm szépen! Nagyon büszkék vagyunk rá! Tudom! Köszönöm szépen mindenet, tényleg! Köszönöm szépen! Nagyon magasra raktad a mérdőt! Jövök! Hozom ez is arra! Én is meglepi, hogy olyan sok emberek, sok üzenetet is kaptam. Még hogy csinálta szépek ezek, például szurkolók is, csapatársaik, meg stábok, hogy csinálta minden. Tényleg, csak tudom mondani, köszönöm szépen, meg egyszer. Köszönöm! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen megint! Köszönjük, Iván! Köszönöm! Puskás öcsinek lenni, hogy vágja a gólokat, vagy úgy játszon, egyszerűen személyileg kell olyannak lenni, hogy megfogja az embereket, hogy igen, ő az Iván, és megegyezzük a nevét egyáltalán. Köszönöm szépen! Köszönöm! Iván! Születésem óta már Honvéd szurkoló vagyok, úgyhogy mindig is a Honvédnak fogok szurkolni. Ahogy van a nótában is, ugye vár négy kosi cseréhez, de klubba soha, én ezt tartom. Nagyon izgultam, hogy végre látok egy focistát élőbe,
Hát ez ritka, hogy látok egy focistát. Oké, kim vagyok a Honvéd meccse, de egy eset találkozok. Sok fiatalok is volt, csak is idősebbek, kis emberek, kisgyerekek, nagyon elvezettem. Ez a lesz utolsó, szerintem aláírás, mit tett a Honvédba. Nagyon elvezte meg, és köszönöm szépen mindegyikét. Most is pici szomorú vagyok, meg most látszik, most beütött a fejbe, befejeztem. Most nehéz is látani ezek 25-ös mindenhova. Nem bármit mondom nehéz, de tényleg sok szépen érde ez a 25-ösök. Bárhova, ahova látom is, vasárnap is, most is, aláírás, tehát nagyon szép.